És akkor folytassuk is örömhírrel, még pedig énekelt örömhírrel, egy kis gospel következik. Ti népek, mind tapsoljatok, harsogó hangon újongjatok Isten előtt. Ezt mondja a Zsoltár, és ezt teszi a Golgota Gospel Kórus, koncertteremben és próbateremben egyaránt. A dél-afrikai származású, Amerikában tanult, Mark Seaman vezetésével. The main purpose is... A fő célunk, hogy megosszuk Jézus Krisztus örömhírét az emberekkel. Mi hisszük, hogy az egyik legrövidebb út az emberek szívéhez a zene. Ha meghalljuk és megérezzük a zene örömét, akkor az magával ragadó, és ez Istenhez vonza, vezeti az embereket. Sokan mondták, akik eljöttek a koncertünkre, hogy mi akkor ott éreztünk valamit. A levegőben jelen volt valami megfoghatatlan, és ez Jézus öröme. És ezek az emberek aztán mindig többet szeretnének tudni a hitről, mert találkoztak azzal a személlyel, aki a dalok mögött van, Jézus Krisztussal. Jesus Christ. Én úgy hallottam meg a Golgota Gospel Kórust, amikor egyszer egy szabadtéri koncerten, a Veszter tetején, teljesen véletlenül oda kerültem, megszólalt a kórus, elkezdtek énekelni, zenélni, és akkor azt éreztem, hogy ez egy elhívás. Nekem ehhez a kórushoz csatlakoznom kell. És csatlakoztam. A gospel maga nem mondhatni, hogy egy kifinomult stílus. Van benne valami nyersesség, és ezáltal válik nagyon közvetlenni. Rögtön az érzésekre hat. Ez a nyersesség egyfajta őszintesség, ami megragadja az embereket, és éppen ezért nyitottak rá. A kórus tagjai között vannak reformátusok, katolikusok, golgotások, fiatalok és idősebbek, zeneileg képzettek és képzetlenek, sőt, saját bevallásuk szerint jóhangúak és kevésbé jóhangúak is. Isten dicsőítése ugyanis mindenki előtt nyitott. Egy egész véletlen folyamán kerültem ide, de az a közösség, az ereje, a szeretet, ami itt az emberek között van, az egyszerűen nem engedett eddig elmenni. Magam érzem azt, hogy ebben a közösségben itt kell lenni, ezeket a dalokat kell énekelni, azt kell megélni, ami ezekben a dalokban átvehető vagy átadható. Boldog, vidám emberek, a gospel kórus tagjai, ez kiderült az előző kis filmből is. Szabó Gyula, plébános.